Eljutottunk az utolsó 5 kristályig, már csak 5 kristály maradt hátra az utolsó 5 pályán, és utána pedig Cortexet győzhetjük le. Kiderül, hogy melyik az erősebb maszk, Aku-Aku vagy Uka-Uka. Sziasztok, én Peti vagyok, és üdvözlök mindenkit egy vadonatúj Crash Bandicoot videóban. Folytatódik a Crash 3 végigjátszásunk itt az Ensign Trilogy-ba. Hogyha vártad már a folytatást, akkor egy lájkot dobhat, és mindennapi Crash Bandicoot videókért feliratkozhatsz. Na itt vagyunk az utolsó 5. szobában, itt vannak 21-től 25-ig a pályák. Az első pálya, amit teljesítünk, az a 23-as lesz, a Flaming Passion. Azért teljesítem ezt először, mert itt van a zöld színű drágakő, és így akkor már be is fejeztük a színes drágakövek gyűjtését, hiszen az az utolsó, ami hiányzik nekünk meg. Wow, hiába lőttem oda? Itt van már a Wumpo IUA, és rálőttem, de hát úgy tűnt, hogy meg se sebezte. Szerintem lehet túl messze volt. Most is! Ha, kétszer kell eltalálni, és ide fent is le lehet szedni. Hó, még be is záródott a... Aztán bezáródott az ablak, úgy tűnik. Na király, jól van, akkor itt vagyunk az éjszakában. Úgyhogy csak ügyesen, okosan és óvatosan. Hol van, itt már itt küldi? Jó. Odáig el tudok előni, az egy jó kérdés. Jó. Ott a checkpoint, de azt nem tudja összet... Mi van ezzel? Hát várjál, ide jövök, és itt már le... Checkpoint ellen nem működik? Ez így volt a PlayStation 1-nél is? Hát erre nem emlékszem, na se baj. Hogy dobják egymás után, hárman is itt vannak. Ott van egy az ablakba, le is lőttem. De király, hogy... Nagyon jó, ennek örülök. Aktiválom a TNT-t, és már meg is van a kristály, szuper. A repülőszőnyegeken kell még itt egy kicsit így trükközni, meg ide jövünk, és akkor itt a következő checkpoint, csak a TNT-t aktiválom, habár hadd robbanjon fel. Jó, felrobbant, most töröm össze a checkpointosat. De hogy találtott el? Hát miért csak én? Na kezdem előről. Várjál, itt kell lassan, mert valahogy én itt álltam éppen, aztán elért ide a szabja. Állj, csak meg. Mert túl közel álltam a széléhezés, azért volt. Na, amikor ott azt lőjük le, jó. Újra itt megint itt tüzeskedik? Ja, nem egyel fentebb szerintem, habár nem is kell oda menni. Na, ezért kellett újra kezdenem a pályát, mert itt van ez a halálplatform. Csak úgy oldódik ez fel, hogyha hiba nélkül jutok el idáig. Oké, kezdődhet is, ez a kihívás. Itt akkor megérkez, és itt mi újság? Aha, szabjákat dobálja. Wow! Jó, legyőztük, most mehetünk egyet. Itt én nem szórakázok, hanem megyek tovább. Ezt a checkpointot nem pörgöm el, nem megyek inkább tovább. Jó, és itt van. Wow! Na várjál, azokat le lehet innen lőni, vagy oda? Jó, azt lelőttem. Szabjásig meg nem tudok ellőni. Na jó, akkor az a baj, elég gyorsan dobálja a szabjákat, de meg tudom kerülni. Jó, itt leszedem őket az ablakból. Jó, itt mehetünk egyenesen, megint dobálja a kardokat. Most itt nem, de ide lent se dobálja. Oh, de ahogy nem itt van, de jó messziről jött. Wow, bezzeg, addig egyszer se jött, amikor elindulok egyből, már a világot idehajítja. Nézd meg, nem dob semmit, figyelj, semmit nem dob. Ide jövök, már egyből elkezdi majd dobni, hát persze. Hát szabad ilyet csinálni, tűnés. És akkor itt van a zöld drága kely. Na, itt dobozok, ezen nem voltak, úgyhogy leugrok ide. Nem tudok leugorni. Majd akkor itt leesek, jó? És akkor innentől kezdve pedig befejezem a pályát rendesen. Jó, itt voltunk tehát. Összetörtem ezeket a dobozokat, és akkor mehetünk az alapútvonalon. Egyébként, ha jól emlékszem, valahova ide, talán ide dob le valahova, hogy ezekhez a dobozokhoz. Az a platform ide hozna vissza. Tehát így a biztos, így, ha így oldom meg. Volt ott a checkpoint, aztán a két szabjás. És akkor itt jön a bónusz pálya. Na mehetünk? Oké, okay, jó lesz, nitros, úgy látom. Na hát akkor használjuk ezt a bumpa ágyút. Gyerünk, ott egy robbantás, 28 doboz, ide kell egy robbantás, meg odáig is, jó. Dupla ugrással fel ide. Itt vannak dobozok, hát ezeket simán így összetöröm. Várjunk itt most mi újság, ezeket összetörjük. Itt most mondjuk párat itt felrobbantok, így, az a kettő ott marad, és tovább jött ide. Ezt a kettőt így, jó. Itt ezt a három nitrót, hát persze, csapdát alakítottak itt ki, hogy erre rá, és akkor pont bele a nitróba. Ez a három megvan, és így 28 per 28. Jó, kész vagyunk. Na mehetünk is, hiába hozzák ide a szépséget. Egy szépség van még, az a szépség pedig nem más, mint ami odafent van, ez itt pont a pálya végén van. Meg ott van még két doboz, az is megvan, úgyhogy most már csak be kell fejezni. Már látszik is a pálya vége. Elszőnyegezünk ide, aztán itt fel, és akkor meg vagyunk. Na ez egy eredményes menet volt itt, akkor megvan most már minden. Még a relikviáért most visszamegyek, de azért ez is jó menet volt, három gyűjteni való. Tehát akkor jöhet a relikvia. A relikviával nem lesz ide arra, hogy én lövöldözgessek. Megpróbálom esetleg ezt a karaktert lelőni. Megnézzük, hogy ezt megengedi-e a játék. Itt lelőttem, visszajövök, és itt van még mindig az aura. Oké. Okay.
Na, gyerünk, induljunk, hát ezek nem olyanok. Ezek a dobozok viszont itt már itt van egy akumaszk. Ez már, wow, jó, oké, jó, így is. És akkor feltételezem, hogy lesz akkor 3 akumaszk, úgy gondolom. Úgyhogy itt az ideje, hogy gyorsan menjünk itt szélen. De még addig nem is dobta, semmi baj. Erre rá, aztán tovább így. Itt ezeket aktiválom a TNT-ket, majd jönnek a másodpercek. Felugrok erre tovább. Itt a második maszk, gyorsan csúszok erre, és mehetek is. Jó, azzal vigyázz. Kell. Na itt televeszem és lelövöm, nehéz őt legyőzni, úgy gondolom. Mire felvisz a tűz elalszik, jövök tovább, és ide fel, és megvan a harmadik, jó, megvan a harmadik maszk. Bár itt, végig tudok végig tudok így is? Nagyon sokáig, jó, ez figyeld mennyit, hát itt nem is kellenek a platformok, hát én így végig, végig megyek a pörgésemmel. Itt is a pálya vége, hát azt a mindenit, hát szinte teljes mértékig elég volt. Innen is el tudok odáig a szörnyek. Ez nem igaz. Hát ez 1 perc 08, ez nagyon jó menet volt. Arany persze. Fel se tűnt, milyen hasznos az a tornádó pörgés. Na megvan akkor az itteni arany relikvia. Oké, ezzel befejeztük ezt a pályát is teljesen. Úgyhogy innen folytatjuk.